ifjúsági ügyekért és portrét felelős államtitkárként, de általában a politikusi mi voltomban adódon, és mindig sok mondani valom van. De azért a sajtó tájékoztatóra való tekintettel és más elfoglaltságból a tekintettel igyekszem röviden összefoglalni, hogy mi az, amiért én itt vagyok, mi ennek a jelentősége. És én azt hiszem, hogy hogyha keressük a közös nevezőt, és az emberi gondolkodásunkban fontos, hogy mindig valamilyen érték alapú célt tűzünk ki magunk elé, és látjuk azokat a képesek vagyunk fölismerni, azokat a nehézségeket, problémákat, gondokat, bajokat, amelyek a ma emberének okoznak nehézségeket, akkor igyekezzünk segíteni mindenki a saját házatáján. Nyilván ezért jön létre egy ökumenikus segélyszervezet, ezért igyekeznek sportolók is a jó ügyek mellett kiállni, ezért van itt Kokó, ezért nagyon fontos, hogy a kormányzati törekvéseket, amely a társadalom építésében, az emberek életminőségének a javításában nagy, komoly társadalompolitikai célokat fogalmazunk meg, legyenek olyan Magyarországhoz kötődő, itt dolgozó, itt működő vállalatok, cégek, akik egyébként hozzásegítenek minket ahhoz, hogy ezeket a társadalompolitikai célokat minél könnyebben megvalósíthassuk. Valóban van egy nagyon komoly célunk, mégpedig az, hogy a fiatalok, akik kikerülnek egyetemekről, főiskolákról, pályakezdők lesznek, minél könnyebben, minél gyorsabban találhassanak maguknak munkahelyet. Ez egy kiemelt program, nekem is van 3 gyermekem, fontos, hogy milyen világban éljenek majd, fontos, hogy az ő élet kilátásaikat, lehetőségüket jobbá tegyük. És azt a szándékot, hogy igenis munkából élnek meg az emberek Magyarországon, ez egy nemes törekvés. Ebben ezért köszönet jár mindenkinek, akihez hozzáad valamit, nem csak profitorientáltan működik, hanem bizony társadalompolitikai célokat is igyekszik segíteni, megvalósulni. Ezért örömmel jöttem el erre a mai sajtótájékoztatóra, és ehhez kellenek ügyes akciók, ügyes programok. Ez egy jó program, ez egy jó ügy, találkoztak a gondolatok, és ezért álltunk mi magunk is mellé, hiszen a mi céljainkat is segíti megvalósulni. Számos programot hirdettünk meg, szeretnénk, hogyha minél több és növekedő lenne a foglalkoztatottak létszáma. Az elmúlt 4 évben jelentősen előre tudtunk lépni, hiszen 250 ezerrel több munkahelyet tudtunk teremteni. Ez nagyon-nagyon fontos dolog, hogy ezen haladjunk tovább. Az emberek számára a munka értéket jelent, mert ezen keresztül egzisztenciát jelent, ezen keresztül a céljait el tudja érni, ezen keresztül gyermekeket tud vállalni, családot tud alapítani, és boldogabban tud élni. Ez a célunk, nem más. Nyilván a sport is lehetőséget ad erre, hiszen aki a sportot, és itt látják, hogy csupa sportos ember van rajtam kívül, tehát mindenki igyekszik a külsejében is, tehát sportosnak látszani, de tényleges sportmunka van itt mindenkiben. Egy biztos, hogy a gyermekeink felé, a fiatalok felé is a sport remek lehetőséget ad arra, hogy az életben megtalálja a harmóniát, megtalálja az egyensúlyt, megtalálja a testi, a lelki, fizikai egyensúlyát, és ezen keresztül a munkavállalása is könnyebb lesz, a munkavégzése is könnyebb lesz, hatékonyabban tud eredményeket felmutatni és elérni. Márai Sándor egyik kedvenc írómű azt üzeni nekünk, hogy neveljük a lelkünket kérlelhetetlen igényérzetre. Ez az igényesség kell, hogy ott legyen minden döntésünkben, minden cselekvésünkben, minden célkitűzésünkben. És akkor szerintem egy jobb világot tudunk fölépíteni. Úgyhogy erről szól ez a mai sajtótájékoztató is, hogy szándékok, célok, egybehangzó akaratok alapján, és nyilván egy szerződés is kötetik majd, egy megállapodás, amely megerősíti ezt a törekvést. És én bízom benne, hogy sok-sok fiatal embernek tud majd segíteni ez a program, hogy álláshoz jusson, hogy ezen keresztül meg tudjon élni, ezen keresztül életének értelmét megtalálhassa. Úgyhogy minden ilyen törekvést támogatni fogunk a jövőben is, úgyhogy hiszen a kormányzati törekvésekkel, szándékokkal teljes mértékben egyező. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és sok sikert kívánok mindenkinek!